Április 17-én dr. Szőke Pál, a Gödöllői Központú Pest megyei 6-os számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságának elnöke a választási végeredmény ismertetését követően átadta a megbízó levelet a fideszes Vécsei Lászlónak, aki az április 6-ai parlamenti választáson a körzetben a legtöbb szavazatot kapta. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt megválasztott országgyűlési képviselő úr, tájékoztatom Önt és Önöket, hogy Pest megye 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületében a 2014 évi választás eredményes volt. A kampány csendesen, minden atrocitástól mentesen zajlott le, és ezért a választási bizottság képviseletében is megköszönöm a jelölő szervezeteknek ezt a közös részvételt. 2014. április 12. napján zajlott le a 6-ai választás eredményének az összesítése. Ez 93 szavazókörben történő eredmény összesítést jelentett. A választási bizottság ezen a napon a választási eredményét meg is állapította. A 6-os számú választókörzetben itt Pest megyében a választópolgárok 65,34%-a vett részt a szavazáson. Ez tényszerűen és számszakilag 55.962 fő választópolgár szavazatát jelentette. A 6-os számú választókörzetben 18 jelöltre lehetett érvényesen szavazni. Ezen szavazatoknak a 42,92%-át a Fidesz-KDNP jelöltje Vécsei László képviselő úr szerezte meg. A megválasztott képviselő úrnak a munkájához eredményekben gazdag időszakot kívánok, és engedje meg, hogy a személyes gratulációmmal egyetemben a megbízó levelet átadjam Önnek. Még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen, elnök úr. Parancsoljon. Köszönöm. Az okmány átvétele után Vécsei László megköszönte a voksokat, a kampányban való együttműködést és a választópolgárok bizalmát. Köszönöm szépen elsősorban is a 6-os választókerület minden szavazópolgárának, mindenkinek, aki részt vett a választáson, mindenki, aki demokratikus alapjogának gyakorlásával legitimációt adott ennek a választásnak, hogy eljött időt szánt rá. Külön köszönöm mindazoknak a részvételét, akik a Fidesz-KDNP-t és személyemet részesítették abban a megtiszteltetésben, hogy az elkövetkező ciklusban országgyűlési képviselőjük lehetek. Nagyon nagy köszönet illeti mindazokat, akik komoly munkát végeztek a választás során, hiszen egy új választási rendszer főpróbájának is tekinthető ez a választás. Külön köszönet illeti a választási irodák, helyi választási bizottság munkáját, az elnökségnek a munkáját, minden önkéntesét, minden segítőtársét, minden munkatársét, mert tényleg elképesztően nagy feladat volt, és mint hallottuk, semmilyen probléma nem merült föl, semmilyen kifogás nem merült föl a választás eredményével kapcsolatban sem. Ebben biztos fontos szerepet játszott az is, hogy egyébként a versengő pártok és jelöltek a várakozásokkal ellentétben tisztességes és korrekt csatát vívtak. A választókerület mind a 17 településén, itt Gödöllőn is, a Fidesz-KDNP és a Fidesz-KDNP jelöltje személyen kapta a szavazatok többségét. Tehát a választókerület egészére elmondható, hogy a választókerületben is, mint országosan az emberek megértették, hogy a folytatásnak nem igazán van alternatívája. A megújult alkotmányos keretek között a rezsicsökkentést folytatni kell a családok támogatását, folytatni kell a munkahelyteremtést, a közbiztonság megerősítését, és mindazokat a megkezdett folyamatokat, amelyeket az elmúlt 4 éves ciklusban a kormány megkezdett. Egy gondolatot az együttműködésről, hogy a 17 településen, beleértve Gödöllőt is, szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy a választókerület egésze csak úgy lehet sikeres, ha mind a 17 település sikeres. És megfordítva is igaz, a települések sem lehetnek igazán sikeresek, hogyha a választókerület nem az. Tehát van egy közös érdekeltség, a 17 település, a 17 település önkormányzata, a 17 település képviselői, polgármesterei és a
országgyűlési képviselők között. Azt hiszem, hogy ez Gödöllőre is igaz. Gödöllőn ugye választókerületi számokat hallottuk, Gödöllőn a 28 szavazókörben, mind a 28 szavazókörben szintén a Fidesz-KDNP személyem kapta meg a többséget. A gödöllői választás azért is különleges, mert nagyon magas volt a részvétel. Országosan is magasnak tekinthető, Gödöllőn azonban 70%-os részvétel mellett zajlott a választás. Erre már a szakemberek azt mondták, hogy ez egy ilyen utolsó ismert nevükön kormányváltók felé billenti majd, vagy billentheti majd az eredményeket. Nem így történt. Gödöllőn is meggyőző többséggel a Fidesz-KDNP nyerte a választást. A múlt héten választások után nem sokkal egy nagyon kedves kereszténydemokrata barátom fogalmazott meg egy olyan mondatot, amit megszillelendőnek tartok. Ez pedig az együttműködés irányába mutat, hogy tudnélik az egyes településeken a képviselőtestületek, a polgármester és az országgyűlési képviselő viszonya nem magánügy. Ezt a nézetet osztom, azt gondolom, hogy a választópolgárok bizalmából képviseljük az embereket az egyes településeken vagy a választókerület egészében, tehát nekünk, választott embereknek kötelességünk, hogy a viszonyunkat úgy alakítsuk, ahogyan a megbízóink ezt elvárják tőlünk. Én annak érdekében, hogy ez minden településen, Gödöllőn is így legyen, megtettem a szükséges lépéseket. Úgy érzem, hogy a gödöllői önkormányzat, gödöllői vezetés, polgármester úr részéről is történtek ilyen gesztusok. Bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban Gödöllőn is az együttműködés irányában, a jobb együttműködés irányában fog elmozdulni a munkánk. Még egyszer hangsúlyozom, ez a választópolgárok megbízásából és a választópolgárok elvárása miatt nagyon fontos, valóban közügyé kell válnia minden munkakapcsolatnak. Köszönöm szépen még egyszer egyrészt azt a lehetőséget, hogy itt a képviselőtestület plénuma előtt történhetett meg ez az ünnepélyes mandátumátvétel. És még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki ebben a választási folyamatban részt vett. Köszönöm az elnökség munkáját, köszönöm a figyelmüket. Gémesi György Gödöllő polgármestere sok sikert kívánt az újraválasztott parlamenti képviselő jövőbeli munkájához. Köszönöm szépen, képviselő úr, a következő időszak alkalmatod arra, hogy kapcsolatokat megfelelő felületen tudjuk rendezni. Ezután is minden egyes közülésre megkapja meghívót. Minden rendezvényre várjuk szeretettel azokat a felületek, ahol az együttműködést erőteljesebbé lehet tenni. Elnök úr, köszönjük a munkát. A Választási Bizottságnak gratulálunk, hogy konfliktusmentesen sikerült a választást lebonyolítani, és engedjék meg, hogy itt köszönjük meg Dr. Nálás Éva által vezetett közfűzéselő csapatnak, hogy valóban profi módon, időre, pontosan, minden különösebb szakmai probléma nélkül, politikai konfliktusok nélkül bonyolult le ez a választás. Ez azt gondolom példaértékű, és még egyszer szeretném gratulálni. Köszönöm szépen, képviselő, jó munkát kívánok! A mandátum átadása képviselőtestület április havi ülésének megkezdése előtt történt, melynek helyszíne a Gödöllői Városháza első emeleti nagyterme volt.